12. alkalommal tartottak Nemzetközi Palacsinta Fesztivált a múlt szombaton Bácsföldváron, amely nagy számú résztvevőt és látogatót vonzott, és amelyen 15 csapat sütötte az ízletes sós és édes palacsintát Vajdaságból és Magyarországról. A rendezvény célja, hogy minél több embert megmozgasson, valamint a kikapcsolódás és barátkozás, és nem utolsó sorban a sokféle ízletes palacsinta fajta kóstolása. A szervezők a család minden tagjának színes programokkal, művelődési műsorral, gyermekeknek szervezett foglalkozásokkal, koncertekkel kedveskedtek, de a különböző palacsintás versenyszámok sem maradtak el. Ez már 12. palacsinta fesztivál, és egyre több résztvevő van. Ugye most ez a Covid után megint nehéz az embereket kimozdítani otthonról, a kényelmes szobából, a tévé mellől, de azért elég sok résztvevő van, meg a látogató is nagyon sok, főleg ugye a gyerekek, gyerekműsorok miatt jönnek a szülők megnézni, szülők, nagyszülők, de viszont a csapatok is nagyon oda teszik magukat, 15 csapat jelentkezett be, akik sütnek, és reméljük, hogy jelentkeznek a versenyekre is, ugye, mert a versenyek nyereményei elég értékes ajándékok. A rendezvények a célja az, hogy minél több ember mozogjon, jöjjön ki, kapcsolódjon ki, és megszeressék a palacsintát. De főleg ugye a gyerekeknek, hogy jó legyen, mert ugye, hogy a szülő elhozza a gyerekét, és a gyerek le van kötve, addig a szülő is bír egy kicsit mással foglalkozni. És azért van itt egy hatalmas légvár is, arcfestés és különböző kézműves foglalkozások a gyereksarokba, meg persze a palacsinta. És a gyerekek kedvenc versenye az lesz a versenyszámok közül a harmadik, a maszatka verseny, az a gyerekeknek egy külön élvezet, hogy kikenhetik magukat különféle krémekkel, meg minden, és ez nagy számú gyereket meg fog mozdítani. Közösségépítés céljából is fontosak az ilyen rendezvények, emelte ki Horváth Zsolt, dunaföldvári résztvevő. Mi 2016-ban egy Guinness rekordot döntöttünk meg Dunaföldváron, és ez a Guinness rekord ugye maga az 1-24 óra alatt lesütött palacsintáknak a számában mutatkozott be. Hoztam is most itt bemutatni egy kis palacsinta sütőt, ez ugye 2016 Guinness rekordok néven fut, ebbe adjuk most is itt a érdeklődőknek a palacsintákat. Palacsintából klasszikusokat hozzunk, ugye a lekvárost alapvetően, illetve hát a gyerekek kedvencét, a nutellást is ide, illetve a fahéjas és a kakaós, és itt szembesültünk azzal, hogy itt pedig len, ugye nagyon szeretik a mákossat ebbe a dologba, úgyhogy itt mi rögtön el is fogadtuk ezt, hogy kaptunk mákot, cukrot, úgyhogy most rendben vagyunk, illetve elfelejtettük, hogy a mákhoz egy kis méz is kellett volna, de azt majd pótoljuk a következő alkalomra. Mi bácsföldváriak vagyunk, a Costello Automotive-ot képviseljük, 25-en vagyunk a csapatban, 2018 óta minden évben megjelenünk itten a fesztiválon, kijövünk, társadalunk a földváriakkal, az idén édes palacsintáink vannak, eurókrém, lekvárral, mákkal. Hogy érzik itt magukat? Ha nagyon jól érezzük magunkat, az idén az idő is szolgál a részünkre, úgyhogy. Hát tulajdonképpen mi az egyedül az első fesztiválon nem voltunk, azóta rendszeresen járunk, és ennek az apropója az, hogy nálunk Derekegyházán idén volt a 15. palacsinta fesztivál, tehát ez egy ilyen testvérrendezvényi kapcsolat. Amit hoztunk idén, az igazi derekegyházi különlegesség, és nálunk a palacsinta fesztiválon mindig megtalálható, az a kökénylekváros palacsinta. A rendezvényen sós és édes palacsintából egyaránt óriási volt a kínálat, a megkérdezett látogatók pedig egyetértettek abban, hogy a barack és szilva lekváros, illetve a mogyoró krémes plazmakekszes palacsinta volt a legfinomabb. Én szoktam, eljövök mindig ővele, mivel szülőföld városa, és akkor jól érezzük magunkat, nagyon szép. Szórakoztató, ehol van-e, eszek is. Egészségbe kész. Jó, minden. Melyik palacsinta a legfinomabb? Hát a szilva lekváros az a legjobb, ez még vaníliás cukros. Azt a kettőt próbáltam meg, de majd megyek sorba. Mindegyiket megpróbálom. Igen, próbáltunk palacsintát, nagyon finom, először vagyok itten. Hát tetszik a rendezvény, tetszik. És milyen palacsinta a legfinomabb? Hát eurókrémes, plazmakekszel. Én is először vagyok itten, Péteri vérő jöttünk, és nagyon tetszik.
palacsintát is próbáltunk több helyen is, mind a két helyen finom volt. Elsőben megdicsérném a szervezőket, szerintem egy tökéletes szervezés sikerült, nagyon sokan jöttek össze, szépek a kiállító standok, és hát maguk a palacsinták is tökéletesek. Melyik a legfinomabb? Többet is próbáltam, húsosat, csokoládésat, de úgy tartom, hogy a palacsinták királynője mégiscsak a sárga barack palacsinta. A 12. Nemzetközi Palacsinta Fesztivál Bácsföldváron a Bethlen Gábor Alap, a Magyar Nemzeti Tanács, a Tartományi Oktatási Jogalkotási Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Nemzeti Közösségi Titkárság, Óbecse Község, az Óbecsei Tánemlékház, valamint bácsföldvári vállalkozók támogatásának köszönhetően valósult meg.